Korrupciós botránytól hangos az Európai Parlament. Brüsszelben pénteken 16 házkutatást tartottak és 4 embert letartóztattak. Úgy tudni, hogy európai parlamenti asszisztensekről és egy korábbi képviselőről van szó, akiket Katar megvesztegetett, bár az ügyészség sem a gyanúsítottakat, sem a szóban forgó országot nem nevezte meg. Az ügyészség nyomozói már több hónapja foglalkoznak az üggyel, amelynek középpontjában korrupció, pénzmosás és bűnszervezet áll. Azt gyanítják, hogy egy öbölmenti állam pénzzel vagy ajándékokkal próbálja meg befolyásolni az európai parlament döntéseit, közölte a szövetség. Ügyészség szóvivője. Az üggyel kapcsolatban az Európai Parlament egyik elnökét, Éva Kaili, görög szocialista EP képviselőt is kihallgatták. Sajtóhírek szerint az egyik letartóztatott az ő élettársa. Készpénzt, mobiltelefonokat és informatikai eszközöket foglaltak le.